Köszöntöm Önöket a hitéletben! Márton Áron, Erdély 74. püspöke, olyan személyisége a 20. század magyar történelmének, aki ma is példaként áll mindannyiunk előtt. Bátran emelte fel szavát kora diktatúráinak embertelenségei ellen, közösséget épített, szívén viselte hívei sorsát, kiállt az elnyomottakért. Márton Áron a boldog emlékű erdélyi főpásztor születésének 120. évfordulója alkalmából Márton Áron emlékévet hirdettek. A megnyitó szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök számos paptársával közösen mutatta be. A püspökké szentelés 77. évfordulójára jelent meg, és Márton Áronnak állít emléket Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató, fotókkal és eredeti hangfelvételekkel gazdagon illusztrált 3 DVD-nyi anyagot tartalmazó összeállítása, amelyben végigköveti Márton Áron életének és papi pályájának állomásait. Mielőtt azonban erről az összeállításról, a gyűjtőmunkáról beszélgetnénk, nézzünk meg belőle egy rövid részletet. Márton Áron tanítása mindenkor emberéhez szól. Ebben a nehéz, zűrzavaros világunkban bátorítsanak az ő szavai. A világ fölött nehéz és titokzatos veszélyekkel teljes felhőzőnek. Az emberiség keresztül csak megnehezedett a téletetek útja is. Az a kérésünk a mindenható Úristenhez, ha meg akarja áltani közöttetek végzendő igénytelen szolgálatunkat, hallgassa meg veletek együtt elmondandó imáinkat, áldjon meg titeket, hogy a kereszt súlya alatt ne roskadjatok le, minél nehezebb a kereszt, annál szorosabban fogjátok a keresztet hordozó Krisztusnak a kezét, aki a keresztúton előttünk jár, és megígérte, hogy minden keresztet hordozó embernek hűséges társa és isteni segítője lesz. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, Zoltán. Én is köszönöm a lehetőséget. 20 évnyi munka, sok kevés, de a 3400 fotót halva, és nem soroltam fel az összes többi anyagot, amit a DVD-t magát látva, hát jó kis adatbázis van itt. Először is arról kérdezném, hogy hogy indult el ez az egész? Milyen története van? Márton Áron püspök úr emlékét szerettük volna ébren tartani, és ezelőtt 22 évvel, 22 évvel ezelőtt volt egy káplán székelyudvarhelyen, Mihály József tisztelendő úr, mostani jobbágytelki plébános. Egy évet volt udvarhelyt, és jó barátságba kerültünk, és közösen határoztuk el, hogy végig kéne járjuk a püspök úrnak azokat a helyeket, ahol a püspök úr élt, járt, kelt, megszólaltatni minél több embert, aki találkozott vele, aki együtt dolgozott vele, hogy megpróbáltunk hanganyagokat gyűjteni az akkori technikával, egy ilyen régi rádiókazettofonnal. Fénykép is, akkor még nem volt digitális fénykép, hanem diafilmen keresztül fényképeztünk. Recsettek, ropogtak a hangok, éjjel ugatott a kutya, újra kellett venni, tehát nem volt ilyen vágási lehetőség, és akkor nem volt tervszerű, hogy hova menjünk, és kit szólaltatjunk meg. Inkább úgy lehet mondani, hogy kézről kézre adtak az emberek, elmentünk egy-két helyre, és akkor mondták, hogy kicsi édes, el kéne menni ide és ide. Annak a bácsinak, annak a nének is van ilyen olyan képe, vagy hanganyagja, és akkor így elindultunk. Mikor olyan
körülbelül 2 év után sikerült egy olyan jó bőfél óra anyagot, szűk, nem volt egy óra, hiszen annyi anyagot összegyűjteni, ilyen képekkel, akkor amikor már volt körülbelül 100 kép, akkor az akkori technikával összevágtuk, összeraktam, és elmentünk egy-két helyre, ott a közeli falvakba, kultúrházba, templomba, megpróbáltuk levetíteni, úgyhogy ment a kazettofon elejébe, a mikrofon elé volt téve, a képek állóképek voltak, és akkor elindult ez. A címnek a hegyet, ezt a címet adtuk, mert 89-ben Jakubinyi érsek volt, akkor még tanár úrtól, kaptunk egy 3,5 oldalas legépelt szöveget, amiben ő méltatja a püspök urat. Ezt ő mindjárt a halála után 2-3 héttel írta, de akkor nem jelenthetett meg, és akkor ez volt a kapaszkodó, ez volt a vázlat, és akkor annyit arra gondoltunk, hogy ezt a 3,5 oldalt megpróbáljuk felöltöztetni képekkel. És aztán akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, mikor lesz valami, és 22 év után lett ez az anyag. Ahogy így mentünk egyik helyen a másikra, akkor jött a néni bácsa, egy kicsédes, itt is van egy kép, és akkor a következő vetítésnél már 2-3 képpel több volt, és így az első években legalább 100 helyen voltunk. Szép dolgok övezték az útjukat, de biztos volt néhány próbatétel is. Mi az, ami a legkülönlegesebb, amit megosztana velünk és a nézőkkel, illetve mi az, ami azért nem várt kihívás elé állította, miközben az anyagot gyűjtötte? Hát amikor elmentünk például egyik helyre, mondták, hogy ott a bácsinak van hanganyagja, ilyen magnószalagom. Amikor először elmentünk, nem kaptuk otthon. Megint egy jó 100 kilométert utaztunk, egy másik alkalommal elmentünk, otthon volt, de magát a hanganyagot azt mondta, hogy nem tudja ideadni. Átvenni nem tudtuk, mert nem volt akkor technika, hogy egyiket a másikkal átmásoljuk. Akkor tulajdonképpen az volt, hogy megvolt a szallag, de nem volt magnó, amivel lejátszódjuk. Nagyon nehéz volt találni egy olyan magnót, aminek a fordulatszámát annyira vissza lehet venni, hogy ne legyen rajzfém hang belőle. És amikor találtunk egyet, akkor visszamentünk a helyszínre, ott helybe megpróbáltuk átvenni, és akkor sikerült. Ön mérnök is, nem csak hitoktató, ha jól tudom. Feltételezem, számos olyan megpróbáltatással is találkozott, hogy minden tudására szükség volt. Ennél érdekesebb talán az, hogy nem is hittem, hogy 20 évre visszatekintve ön tárcsás magnót fog emlegetni, és fekete-fehér felvételeket, vagy magnó hiányt, mert a 20 év az most volt. És ilyenkor tudatosítja, hogy milyen sok minden változott ez a 20 év alatt azért az életünkben. Milyen kihívás volt például, amikor ugyanazt a történetet többen másképp mondták el. És akkor most melyik az igazság? És akkor megint ugyanabban a témakörben sokfelé érdeklődtünk. Volt olyan, kiderült, hogy legendásítások is kerülnek bele, amit elmondnak az emberek, és akkor, hogy ne sértsünk meg senkit, de úgyis ki kell vágni azt, és akkor úgy van, hogy ha egy valamit többen is elmondtak, akkor megnéztem, hogy melyik a leghitelesebb, és akkor csak az van bevágva, így az 5,5 órás anyagban semmi nem ismétlődik, semmi történet, semmilyen rész. Remélem, hogy nem sértettünk meg ezzel senkit. Tehát. Biztos vagyok benne, hisz a cél nem ez, egy nemes eszme. Amikor mi ketten beszélgettünk, említette, hogy egy szívműtéten is átesett. Örülök, hogy éppen egészségesen most itt ülhet velünk, ezek szerint természetesen sikeres volt. Azért hoztam fel, mert nagyon érdekes, hogy ugyanúgy kísértett, illetve önnel volt Márton Áron a kórházi ágyon is, hisz az anyagon dolgozott, de ezt kérem, hogy inkább ön mesélje el. Hát így, ha visszagondolok erre a 22 évre, tehát nagyon kevés olyan nap van, amikor nem foglalkoztam a püspök úrral.
Ez nem azt jelenti, hogy fizikra ott ültem a számítógép, mert most egy pár éve lett számítógép, hanem egyáltalán a gondolat foglalkoztatott, meg mindig, amikor nekifogtam a munkának, akkor mindig egy imával kezdtem, egy tizedet elmondtam a püspök úré, az ő szentélyavatási ügyéért, a boldogavatási ügyéért, azért a csodáért, ami szükséges, hogy megtörténhessen ez az oltárra emelés, a közbenjárásáért, és hogy ez a munka valamikor jó helyre kerüljön. Amikor 3 évvel ezelőtt kiderült, hogy nagy szívműtétre megyek, Vásárhely nem vállalta, külföldre kerültem, és 3 hét után kerültem olyan állapotba, hogy ültem az ágyon, és akkor már fel tudtam kelni is, és a műtői orvost megkérdeztem, hogy mit szólna ahhoz, hogyha tartanék egy Márton Áron előadást itt a kórházban. Tehát a laptop nálam volt, a képek, hanganyag, közben ott is a már meglévő hanganyagon dolgoztam, vágtam, gépeltem a felirathoz a szöveget. A doktor úr meg volt lepődve, azt mondta, ilyen még nem volt, de próbáljuk meg. És akkor a kórháznak a titkárnéje segített, én adtam képet, és akkor ő megszerkesztette a plakátot, minden emeletre kiplakátolták, és akkor tartottam egy előadást, egy óra, 1 óra 10 perces előadást, úgy szinte pizsamában, de volt ilyen... A nézőközönség is gondolom pizsamában, meg fehér köpenyben volt. Betegek voltak, orvosok és nővérek, asszisztensek és apácák is voltak, mert a szomszédban ferences nővérek vannak, akik bejárnak a kórházba, áldoztatnak, és lelki beszélgetésre. És akkor megtartottam az első előadást, és másnap az egyik orvosnő azt kérdi tőlem, hogy tudom, hogy hívják az ő fiát. És mondtam, hogy nem, és azt mondja, hogy Márton Áron. És hogy nagyon sajnálja, hogy ő nem látta az előadást. Nem lehetne még egyet tartani. És akkor megszervezték, egy pár nap múlva volt egy második, és akkor kiderült, hogy egy harmadikra is szükség van, mert a fiatalabb nővérek, apácák, akik ott voltak az előadáson, de jelezték, hogy a szomszéd épületben van egy, nem tudom, 15-20, nem tudom pontosan hány idősebb nővér, akik nem tudtak átérni a kórházba, de ha elkéreztetnek, átmennék oda, és hogy ott is tartsak egy előadást, és akkor volt egy harmadik is. Mosolyogva beszél mindenről, és látom, hogy miközben megeleveníti az emlékeket, újra a hatásuk alá kerül. Feltételezem, így volt ez, amikor a közeli hozzátartozókkal, akár a testvérével, a néhai püspöknek készítették az interjút, vagy hozzám. Anna nénnél is voltunk, igen. 92 éves volt, amikor az interjú készült? Én most már 90 nem tudom, de olyasmi volt, igen, tehát nem tudom most egész pontosan, de ágyba volt, nem is tudott felkelni. Az akkori diaképeket digitalizáltam, az jelenik meg most a filmbe, de ahhoz képest nagyon szépen elmondta, persze meg vannak vágva az anyag. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az 5,5 órás anyag, biztos, hogy 20 óránál több anyag van. Olyan is van, hogy beszéltem majdnem egy órát, beszélgettem valakivel, és 2-3 perc került be. Tehát... Nem könnyű a szerkesztő dolga, tudom. Tudom. Viszont tény, hogy 3 DVD-nyi anyag lett így is. A hozzátartozók mellett a néhai püspök paptársai is számos saját megélt élményt meséltek el, és ha bárki azt hinné, hogy Márton Áron hivatásánál, vagy akár természeténél fogva is távolságtartó, vagy tréfát nem értő ember volt, nagyon téved. Következzen egy rövid részlet Nagy Zoltán a Hegy című összeállításából, amelyben Sófalvi János címzetes esperes teológiai emlékeket idéz fel a néhai püspökről. A püspök urat azért minden vasárnap láttuk, mert a püspök úr a vecserjén biztosan mindig ott volt. És mindig 6 órakor mentünk a vecserjére, és amikor mi a Lázai kápolnán keresztül vonultunk ki, akkor előjött és végignézte a kántoriskolásokat is, és a teológusokat is.
egy alkalommal történt meg egy nagyon érdekes dolog. Nagy tél volt, püspök úrnak nagy bundasapkája volt. Gála Lajos volt az énektanár. Én már akkor teológus voltam, a Lázai kápolnán keresztül mentünk, és a bejáratnál nem volt villany. Kint sötét volt. Két teológus, aki mondjuk közelebb állt Gála Lajoshoz, a nagy egyedi Szabó Dénes, meg a Fodor József, a mostani váradi vikárius, és akkor ezek ketten megbújtak, két oldalt az ajtó két oldalán, és meg akarták viccelni a Lajost. Elfelejtették, hogy Márton püspök úr is ott van, és persze, hogy a Lajos előre engedte Márton püspök úrat, és akkor neki szöktek, sapkát behúzták a püspökúnak egész a nyakáig, mikor látták, hogy a Lajos mögötte van, és a püspök úr egyáltalán nem haragudott, hanem azt mondotta, tudom, fiaim, hogy ezt a Lajosnak szántátok. Márton püspök úr a szentmisét elvégezte, utána az oltár mellett volt egy szedélye, egy kényelmes szék, ahol beleült, nem is tudtunk imádkozni, mindig néztük őt, hogy hogy elmélkedik, hogy imádkozik. Ha voltak nekünk személyes kéréseink, akkor mindig megálltunk az ajtó előtt, mikor vonult ki, akkor mindig előadtuk. Ő sohasem mondta, hogy nincs ideje, hanem mindig szóba állott velünk, és ha valami nem tetszett, akkor mindig elmondtuk neki. Fontos dolgokat is előre megtárgyaltunk vele. Az volt az érdekes dolog, hogy akkor ő megmondotta, hogy fiaim, tudjátok, hogy mi a rend. A rektornak kell szólni, a rektor engedélyt ad, hogy eljöjjetek hozzám, akkor a tanári kar meg fogja beszélni a dolgot. Jó, hogy tudom előre, mert én fogom ezt az ügyet támogatni. És mindig a rektor csodálkozott, hogy milyen magabiztosak vagyunk. Igen, mert azelőtt megbeszéltük a püspök úrral, hogy jóvá hagyja, vagy nem. Mert volt olyan is, azt mondta, ne is menjetek a rektorhoz, mert nem hagyom jóvá. Itt tartom a kezemben a 3 DVD-hez fűzött tartalomjegyzéket. Hát elég, igencsak sűrű tartalomjegyzék, és azt látom, hogy másodpercnyi pontossággal időre megvan határozva. Azt jelenti, hogy rákereshetek, és egyből csak azt a részt is megnézhetem, akár amelyiket, amelyik éppen érdekel? Igen. A 3 DVD-n összesen 105 kis film van. Ezek között van 3 perces is, van 11 másodperces is, sőt egy picivel rövidebb is van. És mivel nagyon nagy az anyag, ha valaki nincs ideje az egészet megnézni, vagy valamit kimondottan nézze keres. Nézze meg az egészet, de ha keres valamit másodszorra. Most egy pár ismerősöm úgy járt, hogy nekifogott, azt mondta, kicsit belenéz, és egyszerre megnézték egy este mind az 5,5 órát, már többen jeleztek vissza. Tehát ha betesszük a DVD-t a lemezját, a DVD lejátszóba, vagy a számítógépbe, akkor mindjárt az első oldalon egy menü jelenik meg, ahol lehet választani, hogy egyből megnézzük azt az egy DVD-t, vagy átmegyünk a címek között, lehet választani, ott kis képen látjuk azt, hogy ki is az, oda is van írva röviden, hogy miről van szó abban a részben, lehet gombokaiból a balra kapcsolgatni előre-hátra, bármelyiket meg lehet nézni, és azt jelenti, hogy bárhonnan lehet folytatni az anyagot. Tehát 8 részben Márton püspök úr saját hangját is halljuk. Több anyagon van Márton püspök úrnak a beszédeiből, de az egészet nem tudtam bevágni. A legszebb gondolatokat szedtem össze, és akkor 8 részben ezt is hallhatjuk. Ami még érdekesség, hogy van egy mozgófilm is, amikor keresgéltünk, ezért még egy pár évvel, 4-5 éve még azt mondták, hogy nincsen mozgófilm a püspök úrról, mert annak idején, ha volt is, akkor a titkos szolgálat azt elrendezte, és találtam egy pár perces mozgófilmet Bukarestben, Bács Lajos professzornál, ő egy zeneszerző, karmester, ő írta a Márton Áron misét, pár évvel volt a bemutatója, most nemrég távozott el közülünk a tanár úr.
Ez a filmnek az első bemutatója tulajdonképpen akkor még nem volt megvágva, az első Márton Áron konferencián Csíkszentdomokoson hangzott, mutattam be, ezelőtt 4 évvel talán. Részt vettem ott a nézőközönségben, és ott több elmondták, hogy sajnos nincsen így úgy, és akkor a végén jelentkeztem, hogy szeretnék mutatni valamit, és akkor a sztikket betettük, és akkor levetítettem, és akkor mindenki úgy maradt, mint a fogászaton. És tehát ez volt tulajdonképpen az első bemutatója. A többi bemutató viszont most már a teljes összeszedett anyag, amit 22 év munkájával tulajdonképpen sikerült hihetetlen, fantasztikus, csodálatra mértő erővel és kitartással egyébként összegyűjteni. A napokban, a következő hetekben Erdély különböző városaiban lesz ennek a ünnepélyes bemutatója, fogalmazhatunk így. Mondaná a kedves nézőknek néhány helyszínt, időpontot, így az adás vége fele? Hát ilyen kis ízelítők vannak ezeken a bemutatókon, mert ugye a könyvbemutatón se olvassák fel a könyvet. Az első az Kolozsváron volt a múlt héten, ez azért is esett erre a választás, mert püspök szentelési évforduló volt, és pont Kolozsvár volt, és mivel akik támogattak engem a kolozsvári Verbum keresztény kulturális egyesület és az udvarhelyi Top Invest Kft., akik anyagilag támogatták, hogy ezt megvalósulhatjon. Mert ugye én pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy az érsek úrnak írtam egy levelet, hogy én nem tudom felbecsülni ennek az értékét, és ezért ingyen odaadom az érsekségnek, és adják ők, és fordítsák jó helyre. A esetleges bejövő, ugye van egy önköltsége, és az eladási ár közti rést, azt fordítsák a boldogavatási perre. És ezt vállalta fel a Verbum kiadó. Azt mondta, hogy a vasárnap heti újsággal, meg a keresztény szóval minden plebániára el tudja juttatni, sőt Magyarországra is, mert a Szent István társulattal kapcsolatban vannak, és egymás kiadványait szokták forgalmazni. Bocsánat, a Verbum kiadót említette, mivel nagyon-nagyon fogy az adásidőnk, hadd említsem meg, hogy a kezemben tartom a legújabb imádságos füzetet, amelyben Márton Áron imái is, talán 3 imája is benne van, ami szintén most jelent meg, és egy időben mutatták be a filmmel a Keresztény Kulturális Egyesület a Verbum kiadásában. Feltételezem, ezekhez hozzá lehet jutni, ugyanúgy, mint a DVD-t meg lehet vásárolni, érdemes utána nézni, plébánosoknál, tiszteleteseknél érdeklődni. Több műsorban foglalkoztunk már, és fogunk még Márton Áron hatásával, Márton Áron példamutató életével foglalkozni. A mai adásba ennyi fért bele, én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy eljött, és megosztotta velünk ezeket a csodálatos, különleges élményeket. Én további sok erőt, kitartást kívánok önnek, ünnepeljenek, és örüljenek együtt a filmbemutatókon, ossza meg nagyon-nagyon sok erdélyivel, és nem csak ezeket az élményeket, hisz a példa követendő, követhető, és mindnyájunkat boldogabbá tesz talán. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Hargita megye önkormányzatának kulturális alintézményei több mint 30 programot szerveznek az emlékév keretében. Kiemelkedő lesz például Pünkösd vasárnapján Csíkszeredában a Márton Áron szobor avatása. Augusztus 28-án a szülőfalujában Csíkszentdomokoson tartott emlékkonferencia, illetve a szeptember 29-ei gyulafehérvári megemlékezés. Erdélyben, Magyarországon és a világ mintegy 150 településén is lesznek rendezvények, kiállítások, ifjúsági táborok, konferenciák, illetve ne feledkezzünk el a most készülő Márton Áron nagyjátékfilmről sem, hiszen ezek mind a boldog emlékű püspök életművének népszerűsítését segítik. Most búcsúzom önöktől, találkozunk egy hét múlva itt az Erdélyi Magyar Televízióban, a megszokott időpontban, vasárnap délután 17:30-kor. Viszontlátásra!